Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen is túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek, a lényeget jót kell venni pirosba, nem a zöldet magasba. Nézzük is, hol tartunk, olyan szépen megindult itt délután hagyományos tőzsdé. Piac, meg a Bitcoin is, de most csak visszafordult, hogy híreket csináltam közben, úgyhogy nézzük is, most jelenleg hol tartunk. Még főcímnek is azt hoztam, hogy 8 hét szakadás után nyugi lesz már végre, mert most kezdett úgy tűnni délután. A Dow Jones is 8 hete szakad meg, a Bitcoin is 8 hét piros gyertyájában még sose volt a világtörténelemben, hogy 8 hétig egymás után minden gyertya piros lett volna a Bitcoinnál, lassan már kiárna egy jó pár zöld. Úgyhogy Bitcoin jelenleg 30.100 dollárnál, 0,5% mínuszban van, hát mikor kezdtem a híradót, akkor még plusz volt. Azt mondja, hogy napi RSI az 39,80-40 környékén. 4 órásba így nézünk, 1 órásba így, 15 percesbe pedig így, most pont itt mocorgatják, mindjárt nézzük körülöttünk mi a helyzet. Heti gyertya, na itt a lényeg, baj, hogy pont most, de kis szemétláda, menjünk már vissza zöldbe. Mert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7 piros gyertya, soha az életben nem volt még 8 egymás után, egymást követő héten piros gyertya a Bitcoinnál. Úgyhogy most már ez zöld volt, végig a híradó elején akartam mutatni, hogy milyen szépen zöldül vissza, de most megint csak egy picit visszaváltott pirosba, úgyhogy heti gyertyák így néznek ki, havi gyertyánk az így, és akkor nézzük is körülöttünk mi a helyzet, minek fordították vissza ezek az idióták a bitcoint. Azt mondja, hogy 1848 dolláron egy uncia arany, hát egy 10%-ot nőtt ma, az olaj egy 0,5%-ot csökkent, a gáz az 6%-ot nőtt a gáznak az ára. Na félre mindex legalább csökken a tőzsdén, 28,6-on van, a Nasdaq 1%-ot nőtt, a S&P 1,5%-ot nőtt, a Dow Jones 2%-ot nőtt, pont ahogy kell, egy 0,5% mindig köztük. Úgyhogy ez egy tök rendben van, csak, nézzük csak meg kicsibe. Nasdaqnál, például, ha már a vége az lekonyult az utóbbi pár negyed óra, de hát olyan nagy esés nem volt, mint a Bitcoinnál. Hát a Bitcoinnál ezt csöppet túltolták, hogy le... Atya úristen, lenyomták ide 30 ezerre megint, hát... Jaj, na jó, nézzük össze a kettőt, inkább úgyis az a lényeg. Azt mondja, hogy Nasdaq, bedobom rá a Bitcoint, hogy mit mutat. És akkor pont úgy néztem, hogy hát nem, ez már itt elmászkálós egy kicsit. Na jó, akkor nagyjából, hogy így is látni, hogy kb. Összességében hasonlóan mozognak, hát mikor, hogy na, nézzük, ezért péntek óta az volt 20-a este péntek. Ugye már hétvégén nőtt el rendeset a sárga vonal a Bitcoin, amikor nem volt hagyományos tőzs, de nem tudták manipulálni lefelé az árát. Most meg azóta, meg hogyha mai napot megnézzük, akkor itt nyitott Bitcoin, azóta meg még szarabul megy a hagyományos tőzsdénél a Bitcoin, hogy megnyitottak a idióták, hogyha úristen. Na ez figyelj, a Nasdaq az 4% pluszban, a Bitcoin meg 1% mínuszban, egy ekkora marhaságot. Ez szörnyű, hogy miért van ennek bármi köze a hagyományos tőzsdéhez, miért itt játszanak az idióták, játszanak a saját azért förmedvényes tönkretett világgazdaságukban, ne, ami minket próbálják manipulálni. Na jó, azt mondja, hogy innen visszatörlős. Jó, a hagyományos tőzsde az egész jól tartja magát, Bitcoin meg most elkezdték. Szokás szerint megértek, azt akkor szakítják már szemetek. Jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy... Ja, igen, ja, hát ez mindegy, vonalhosszabbítás, hogy szoktam vonalakat hosszabbítani, kérdezte egy Viktor, aztán azért írtam neki. Hát de én annyi, igen, ugye már kettő dolog van a vonal hosszabbításnak, az egyik az úgy lehet, hogy mondjuk Ctrl-C, Ctrl-V, ja, csak itt már látszik, hogy már nem ugyanazt tette le. Menj már, hát mitől főzte fel, hát semmi nem... Atya, úristen, nem is... Mi pörög százon? Na, álljál le. OBS meg a Brave, hát az mind a kettő kell. Na, de nem is pörög semmi, hát mitől van ez 80%-a, vagy 80 fokon, mikor ezért felé megy minden. Na jó, azt mondja, hogy tehát így lehet, csak ugyebár a vonalnál is el kell kapni, hogy mikor, hát ezeket általában 15 percesbe tettem le. Na, itt meg nem is látszik 15 percesbe, hogy a fenében már hogy fogom ezt megcsinálni, hogy tudjam mutatni. Legyen így. Mondjuk ezt 15 percesbe tettem le. Hol van már az a vonal? Jó, hogy a fenébe már. Jó, ott van a vonal, ott van a vonal, az a lényeg, hogy le kell másolni, Ctrl-C, Ctrl-V. És akkor ez egyik verzió, csak az a baj, hogyha itt Ctrl-C, Ctrl-V-vel lemásolja az ember, és akkor ráhelyezem, hogy nekem ez mondjuk ott legyen a másik előző vonalamnak a meghosszabbítása, úgyhogy millimétert se akarok csalni, pont úgy, hogy ugyanúgy legyen már meghosszabbítva,
Akkor itt most lehet, hogy itt jól néz ki, de hogy ezek annyi a baj, hogy különféle időhorizontokon más mutat, tehát el fog majd kezdeni szakadni 4 órásba, itt már látszik, hogy itt már van a kettő közt, ott lyuk. Tehát nem lehet ezt úgy precízne belőni, ha a 4 órás lövömbe, vagy az 1 órás lövömbe, akkor meg a napiban nem néz ki jól, akkor ott van hülyén az egész, most a 4 órás, 1 órás egész jó, most akkor a napiban van mellette egy kicsit ott látni, hogy ezért máshova ér. Na jó, úgyhogy az egyik verziója, hogy lehet meghosszabbítani vonalat. A másik meg az, hogy még úgy szoktam, mert lehet, hogy most csak az 1 órással, mert ott még látszik a vonal, igen. Most csak így mutatóba, hogy nem is látom, kinézem mondjuk azt a pontot, hogy oké, itt érintkezik. Ezt például 15 percesben szoktam ott azért pontosabb, mondjuk ott érintkezik az a pont, és akkor azért megdobom, mondjuk ezért óra, mondjuk egy napot, és akkor egy napot tolok rajta, vagy mondjuk legyen 10 napot, 24 óra ugye vár egy nap, és akkor a koordinátában azt mondom neki, hogy mondjuk a vége az 3,46-nál van, akkor 24 meg 10 nap, 240, mondjuk legyen 5,86. 5,86, és akkor a vége az most már arrébb van, merre mutassam, mindegy, fordítva vagyok pont, tükörbe a monitornak, a vége az most már 10 nappal később van, és akkor utána meg elkezdem finom hangolgatni, hogy akkor hol az alja, akkor ne 35-nél legyen, hanem mondjuk 32-nél, és akkor már jön ugyebár lentebb, és akkor jó, akkor legyen 33 fölötte, és akkor még itt be nem tudom lőni, hogy akkor ott legyen, elérje azt a pontot, ahol az előző volt. Úgyhogy hát én így szoktam finom hangolgatni, ha meg akarok régebbi vonalakat hosszabbítani. Na, nem áll visz. De szívos, 3.40. 6.35. Cancel, na jó, így cancel csak visszaállt, oké. Okay. Ne főjél már fel, hát semmi okod nincs arra, hogy felfőjél, hülye gép. Na jó, egy kicsit elkanyarodtam, ezt egy-két percben akartam mutatni, hát ha más is érdekel, hogy én hogy szoktam vonalakat hosszabbítgatni. Sajnáljon, jó módszer nincs rá, mert hát ez koordinátrendszer. Olyat nem tudunk csinálni, hogy told meg nekem 10 centivel, mert az úgy nem működik. Így kell bütykölni vele, hogy meg tudja hosszabbítani az ember. Na jó, azt mondja, hogy haladjunk tovább. Hányan keresnek a kifejezésekre? Gyerünk! Oldalazás, jó, legalább nem csökkenés, már kezd oldalazósabbba visszajönni a történet. Piaci értékek tekintetében hogy állunk? Az Ethereum a 41. helyen, na mindjárt visszajön a top 40-be, 248 millió dolláros a piaci értéke, 2051 dolláros áron kapható egy Ethereum, a Bitcoin pedig tartja a 10. helyét, 573 millió dolláros a piaci értéke, és 30.100 dolláros áron kapható. Mit jelent az magyar forintra? 11, nem, mi? Na jó, 10 millió 770 ezer forintot ér jelenleg egy darab bitcoin. A teljes piacon mi a helyzet? 24 órás kereskedelmi mennyiség, úgy jönnek a fele még vasárnap, 92 billió dollár értékbe zajlott, tehát egynek elmegy. Nem fősz fel, hiába magyarázod, nem kéne hűtőpacit, nem, majd új gépet is kéne venni, jöjjön már az a hullám. Hogy tudjak már nyugdíjba venni, meg gépet venni nyugodtan, meg minden egyéb, ne itt ajánlni, itt nem akarok eladni semmit, azt mondja, hogy kriptovaluták összpiac értéke, hát mondjuk 1,3 trillió dollár, 1,298 ezred. Ebből a bitcoinnek a piac részesedése, nézd csak, az csökkent. 44,2%, az Ethereum 19,1%, 63,7% van a többi kriptóban. A teljes piac 1,5%-ot nőtt az elmúlt 24 óra folyamán. Top 10-ben semmi változás. Ja, de az ada, mintha megelőzte volna Binance USD-t. Na jó, akkor ezért top 10. Első a Bitcoin, második a Ethereum, harmadik a Tether, negyedik a Binance Coin, ötödik az USDC, hatodik az XRP, hetedik a Cardano, nyolcadik a Binance USD, kilencedik a Solana, tizedik a Dogecoin. 11 Polkadot, 12 Avalanche, nagyobb a közül, még 17 Matic, 21 NIR. Oké, nézzük tovább. Top 100, hát elmúlt 7 napban ki mennyit nőtt, várjunk csak itt, nincs valami jobb referencia, elmúlt 7 nap, hát itt kb. Ugyanott van mindenki 7 napja. Hol volt itt az alja? Már is 12, jaj, ez 19-én kellett volna az egy héttel után is megnézni, akkor volt itt pont jól az alja. Hát na mindegy, hetinél tovább, meg nem nagyon érdemes haviba menni, mert akkor meg még föntebb volt minden. Hát na mindegy, érdekesség, de ezt lehet, hogy most, hát ezt most ki fogunk kapcsolni szerintem, hogy mennyire a hetit, mennyire érdemes, meg nem érdemes nézegetni, a várjunk már frissítést, nyomtam rá, hanem akkor most igen. Ja, Phantom is kezd feljönni, Cyber Network, Phantom, Bitcoin Gold. Bitcoin Gold, az mi a jó isten? Annak nincs köze az aranyhoz, mert akkor aranyáron lenne, na mindegy, furcsaság. Jó, káva ilyenek, hol van? Most lentebb van megint az kadéna. Na jó, mindegy, most nem pörgetem, most kb. Ugyanott van minden, vagy 7 napban nincsen nagy változás.
Hát, vagy ezért mutogatgat. Na jó, ezek vannak a plafonon, haladjunk tovább, mert elkavarodtam. Mennyi tőke van lekötve DeFi-ba? 111 billió volt tegnap, most pedig már 114 billió van lekötve DeFi-ban. Azt mondja, hogy blokkláncok tekintetében melyikben van több kevesebb lekötve, plusz-minusz 5%. Na, a Tront, hű, a Tront azt nagyon elkezdték tolni. Hát még mindig, én még mindig tartózkodok a Tronnal szembe. Most 21 és fél, 21%-kal megtolták a Tront, a Phantomot is 6%-kal, jó, már nem fogok fél százalékot mondogatni, Arbitrumból kiszedtek egyet, az tök érdekes, mikor mindenki zöldbe van. Paralel Parát megint megtolták 12%-kal, ki van még itt nagyobb, Osmosis 8% plusz, Moon River Mover 12% plusz, meg hol van, itt kéne valahol lennie. Jaj, visszaesett az oda, mert hát ott valami műszámot írkáltak be neki. Érdekesség, most még a Terra Lunát is, hát a semmire, jó, de 20%-ot nőtt. A Cardano pedig 5,5%-ot, közel 6%-kal több van benne most. Jó, NFT-k, rajongói tokenek, hogy mennek? Azt mondja, hogy rajongói tokenek, tű, ezt ezeket 222 millió dollár értékbe vettek, 120%-kal többet, mint tegnap az elmúlt 24 órában. NFT-kből meg 39-40 millió dollár értékbe vettek, 20%-kal többet, mint az elmúlt 24 órában. Azt mondja, hogy Bélán áll, itt mutatja, hozott egy ilyet, ez is, ja igen, a heti árszáj is azt mutatja, hogy most már aztán tényleg ki kéne lőni. Vigyázz, kész rajt! És akkor itt hasonlítják 2020-hoz, amikor volt a Covid, meg minden egyéb, hogy ott is vigyázz, kész rajt, Covid-nál ott izé lent volt már tényleg a heti áraszáj a fenébe, 30 körül. Öt tudom én is mutatni mindjárt a sajátba, és akkor most ugyanez, hogy tavalyi nyári szakadás, meg a most őszi, meg akkor most úgy lent vagyunk, hogy megint azt mutatják a heti gyertyák, hogy na innen akkor tényleg ki kéne lőni. A heti áraszáj, gyorsan megmutatom, azt mondja, hogy heti RSI itt van, mert 30-nál volt, igen, itt 2020 március, amikor Covid volt, akkor volt 30-nál meg valami. 2018 végén, amikor nagy bitcoin szakadás volt, de a Covid-nál volt 30-nál a heti RSI, meg most van. Most is ilyen 34-en van, múlt héten is, most is, úgyhogy olyan lent van, hogy ez szerint is csak nőni kellene. Jó, azt mondja, hogy nézzük tovább, Kadénánál van-e valami friss hír, jött-e tegnap óta? Egy hír jött, ez mit csinál? DAO. Aha, oktatnak a Kadénáról, hogy hogy működik valami decentralizált szervezet. Tök jó. Aha, és akkor mondják is, átadják nekik minden szükséges infót, hogy tudják oktatni a népet a Kadénáról. Jó. Azt mondja, hogy Kadénába 3,2 millió volt tegnap lekötve, most csak 3,2 millió van, ugyanott van. Azt mondja, hogy CoinMarketCap-en mik a trendik, van-e valami olyan, amit nem figyelnék, de lehet, hogy komoly. Hát az Encore protokoll legalább kezd visszajönni. Jó, hát Terra Lunáról még nem mondanám, az még nagyon lájtos. Azt mondja, hogy hát a többiek, mint de legalább egész komolyak vannak itt a nagy részét, azt fogom is. Mit néznek a legtöbben? Van itt valami olyasmi, ami érdemes lenne figyelni? Hát NK-n már figyelem, de néha meg tud indulgatni, nem egy olyan nagy cucc, Domain, Age of Gods, hát olyan nagy, most az Age of Gods az valami játékos sztori, 3000. helyen van, hát a játékok még nagyon picikék, azok még nem indultak meg úgy komolyabban, ez is össze van szakadva, hát ezekben ilyen nagyon minimálisat érdemes esetleg tenni, ha kinő, akkor úgyis viszi felfelé komolyan az ember pénzét, de ezek még azért hazárdok, amik ilyen picikék. Na jó, azt mondja, hogy Bitcoin 30 000-nél fél százalék mínuszba, mit csinál még mindig szarakodnak a hagyományos tőzsdén? Aha. Ja, itt a negyed órásba. Na, indulj már meg felfelé. Jó, és akkor nézzük tovább. Bitcoin 30 000-en mínusz fél százalék. Hát akkor megint a plusz-minusz 5%-osokat nézzük meg. Na, az Atom az 5% pluszban van még így is. Ki van még itt? A Phantom 12% pluszban, így erősödik, napok óta erősödik vissza a Phantom, vissza a Tendrukronja, minden. Remélem megcsinálják az FUSD-t is rendesen, vagy letörlik a picsába, és akkor nem lesz vele gond. A Curve is, ugyebár az a DeFi, aminek tud nőni rendesen a tokenje, az is kezd beindulni, 8,5% pluszban a Curve. Ki van még itt? A Koti is nőtt 7%-ot, húzza magával az ADA.
azt mondja, hogy a rúna is nőtt 5%-at, hát ő is úgy összeesett, hogy nem is árt. Ő is DeFi-dát, ő light-os kis picurka, nem olyan nagy vasszis, dasz. Ki van még itt? Nézd már, Kiber Network, hát ez meg mire jó, hogy oké, okay, brutálisokat nőtt itt egy 3 napon keresztül a múlt héten, na mindegy, most 9%-ot visszakorrigált, ez azért még nem a világ vége, de ő azért igen, ma 9% mínuszban. Az Audio nőtt 5%-ot húzza magával a Solana, az IOTX 8%-ot, ő is 9%-ot visszakorrigált, de ő is 2 napig nőtt, most egy kicsit megpihent. Azt mondja, hogy Luna mínusz 5%, UST plusz 9%, és az Encore, itt van az Encore, kezdeget már visszajönni a Luna szakadásból, hát ha magához térne majd. Már a legtöbb lekötés az UST lekötés volt rajta, arra adta 19,5% kamatot, aztán már csak 18-at, aztán meg beszakadt az egész. A Uniswap van még 6,5% pluszba, a SushiSwap az meg 15% pluszba. Na még ki van itt, Affinity 6% mínuszba, hát ez nagyon szenved ez az Affinity. A Luxrare 13% pluszba, az NFT piac, aminek van tokenje. Az UFO a játék a kadénán 6% mínuszba. A Deso média szektorban 5,5% pluszban, hát az Xken, ami meg tegnap, fú, ami 2 napig, 3 napig nőtt jó nagyokat, most az megpihent egy kicsit 4,5% mínuszban, de még mindig jól tartja magát. Kusama van még majdnem 10% pluszban, a Polkadot ökoszisztéma egy picit kezd megindulni, Kusama 10% pluszban, a Mover, a Moonbeam, nem, a Glimmer, a Moonbeam, a Mover, a fene tudja, tök mindegy, a Mover az 5% pluszban van. A Glimmer, a Moonbeam, a Mover, meg a nem is tudom, Moon, akármi, bigyó, az is jó. Oké, azt mondja, hogy na, innen már csak a plusz-minusz tízeseket fogom mondani. Az AV 11,5%-ot nőtt, mintha kezdene erősödni, de összességében hosszú távon nem sok semmit szokott csinálni. Az Alchemy Pay van még 16% pluszban. És kb. Ennyi, mert innen meg ilyen Ethereum Classic, meg Neo, meg ilyenek, azok jár vannak 10% pluszba, azt ne vegyen kb. Senki, mert azt hosszú távon nem fogja megtartani. Na, a Hot Token az még mindig itt 14% mínuszban van. Oké, Mir, jaj, azt is hagyjuk, ez a Polkadoton van, de ezt meg megvették, ezt a Mirt, már rég beépült a Polkadot, ez önmagában szerintem nem fog sokat növögetni, azért is tettem már idően a ajánlósba, 65%-ot hozott, de hát... Az azért már rég felvásárolták, úgyhogy magával szerintem az nem fog menni, nagyon jó, kétszer elmondtam ugyanazt. Azt mondja, hogy Bitcoin, hát most éppen 30 ezeret tartja, na meglátjuk, hogy mi lesz a hagyományos tőzsdén, olyan szépen megindult itt délután egészen a híradó elejéig, aztán picit visszakorrigált. De remélem, hogy nap végére aztán 20 tovább, aztán nyomjuk most már legalább egy jó pár zöld hetet, így 8 hét full piros hét után, most már jöhetnének a zöldek is. Na jó, azt mondja, hogy Bitcoin 30 ezer dollárnál legyen ennyi mára, kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismételek a friss hírekkel, addig is szép estét mindenkinek, illetve ezután most gyorsan még akkor ledarálom az adózásra, hogy hogy lehet korrigálni az adót, hogy utána le tudja írni az ember, úgyhogy még jövök azzal, úgyhogy mindjárt érkezek ismét, addig is, sziasztok!